cáfolta a brit kormányfő az amerikai elnök hétfői nyilatkozatát, mely szerint aggodalomra adnak okot az Egyesült Királyság kereskedelmi kilátásai. Theresa May Walesben találkozott üzletemberekkel kedden délelőtt, majd tovább utazott Észak-Írországba, hogy meggyőzze ottani politikai szövetségeseit. Egy tévéinterjúban úgy fogalmazott, hogy független kereskedelmi stratégiájuk lesz majd, úgyhogy szabadon köthetnek szerződéseket világszerte. Az Egyesült Államokkal régóta tárgyal erről egy külön kormánybizottság, és nagyon jól haladnak a dolgok. Az amerikai elnök másképp látja, szerinte ez a mostani alkú kifejezetten akadálya a jövőbeni partnerségnek. Arról, hogy a héten esedékes G20 csúcson tárgyalnának egymással, egyelőre nincs szó. Donald Trump úgy fogalmazott hétfőn, hogy a mostani Brexit megállapodás lehetetlenné teszi majd, hogy a két ország kereskedjen egymással, már pedig szerinte ezt a brit kormány nem szeretné. Ezzel az amerikai elnök a brit kormányfő érvrendszerének egyik alappillérét célozta meg. Theresa May ugyanis nagyban épít arra a várakozásra, amelyet a laikusok táplálnak a gazdasági kapcsolatok felszabadulásától.